A Gyergyó Szent Miklósi menhely gondozója azt meséli, hogy a farkasokkal szemben a város szélén található létesítmény állatai sincsenek biztonságban. Hargita megyében Udvarhely, Maroshévíz és Gyergyó környékén is előfordultak már farkas támadások. Innen hallottam panaszokat, hogy a láncról meg a kertjükből elvitték a farkasok a kutyáikat. Hát sajnos az a helyzet, hogy most helyabban hibáztassuk a ragadozókat, például a farkast, hogy elvitték, mert hát kevés a préda állatjuk. A havasi esztenákon gyakori jelenség a farkastámadás, ezek ellen a pásztorok nagy testű, erős ebekkel védekeznek. Így a farkasok most az egyre több gazdátlan, sokszor az erdőszélen kóborló kutyákat támadják meg. A farkasoknak ez egy természetes viselkedése, mivel ők nagyon territoriális állatok, a területükön a kutyákat, idegen farkasokat nem tűrnek meg. Ezen kívül prédaállatnak is tekintik a kutyákat, és elfogják, megeszik abban az esetben, ha sikerül nekik, ha hozzájutnak. Az idén a igen nagy hó miatt húzódtak lennebb a farkasok a magasabb területekről, és így jelentek meg olyan vidékeken is, ahol gyengébb teleken nem igen lehet őket látni. A szakemberek szerint a vadállatok életterének csökkenése eredményezte azt, hogy a farkasok étrendjébe bekerültek a kóborkutyák. Emberre ritkán támadnak farkasok, ám a települések határában felbukkanó vadállatok fokozott veszélyt jelentenek, ugyanis veszettséget terjeszthetnek.